Balett, operák, sikerek és multidézés. Sok színben virágzik április első Opera Café adása. Mutatom, mit láthatnak a következő fél órában. Négy egyfelvonásos balett három részben. A Magyar Nemzeti Balett az évad legelegánsabb estjére készül. A próbatermekben jártunk, a művészek vezetik be önöket az előadások előtti folyamatba. Két hattyú díjas, egy adáson belül. Húsvét vasárnap Kálmán Péter, néhány héttel korábban az Arabella tapsrendjében pedig Pasztírcsák Polina operaénekesnő kapta meg az opera legnívósabb belső díját. Mutatjuk az énekesek reakcióját és pályáját. De az időben is visszamegyünk jó néhány évtizedet. Karcag Márton, az opera emléktár vezetője mesél a múlt titkairól, például Gregor Józsefről, a máig egyik legismertebb operaénekesről, vagy Fülöp Viktorról, a legendás balettművészről. Ez a Magyar Állami Operaház Opera Café című műsora. Gyüdi Melitta vagyok. A Paquita Suite virtuóz koreográfiája igazi jutalomjáték a balettművészek számára. A világhírű Jerzy Kilian Mozart zenéjére alkotott mozdulatai egyszerre mutatják meg a balett humoros és komoly arcát. Az etüdök pedig betekintést enged a színpad felé vezető út állomásaiba. A Magyar Nemzeti Balett újabb előadása hívja önöket. Jön a klasszikus bravúrok. A Magyar Nemzeti Balett klasszikus bravúrok címen négy különleges klasszikus és modern koreográfiát nyújt egy estén. Nagyon sok együttesben hosszú ideje játsszák, mi is hosszú ideje játsszuk már ezeket a darabokat, de töretlen az a fajta lelkesedés, amit látok a táncosok soraiból, vagy illetve a nézők soraiból, és én azt gondolom, hogy egy győztes lendületen kár változtatni. Az egyik mű felújító próbáján jártunk. Ezen a világhírű Jerzy Kilian Mozart művére készített koreográfiája a Petit Mor részleteit veszik át az egyes szereposztások szerint. Actually, it's Kilian Petit Mort in my blood. A zeneszerző halálának 200. évfordulóján 1991-ben a koreográfus egy különleges balettel tisztelgett a nagy komponista előtt. Hat nő, hat férfi és hat kard szerepel ebben az alkotásban. It's like an honor for anyone to get a chance to be part of it. A Petit Mor kellékeiként barokk stílusú ruhák, bizarr krinolinok is megjelennek, merészen látványos, elegáns balett férfi és nő viszonyáról, amely 2013. májusa óta szerepel a Magyar Nemzeti Balett repertoárján. Szintén az est részeként látható a Paquita Suite is, egy igazi jutalomjáték balettművészek számára. Az eredeti francia Paquita című balettből Marius Petipa készített új darabot. 1882-es oroszországi bemutatója óta máig úgy adják elő a világban, hogy annyi variációt és szólót tesznek hozzá, amennyit az adott produkció koreográfusa megálmodik. Az Operaház színpadára ezúttal Mirzajan Albert, Prokofjeva Irina balettmesterek és Solymosi Tamás balettigazgató dolgozták át a koreográfiát. Az ugyancsak Jerzy Kilian készítette hat tánc koreográfia is az est része. A balett komoly és humoros arcát egyszerre mutatja meg, melyben a helyzetkomikum esetlen rizs-poros parókájú, olykor irreálisan viselkedő hősök képtelen helyzeteire és Mozart zenéjére épül. De látható lesz Harald Lander dán koreográfus Etüdök című műve is ezen az esten, ami a balett előadásokhoz vezető utat láttatja. A balettművészek tökéletes technikai tudásukkal a fáradtságos mindennapi gyakorlás nézők elől elrejtett fázisait is a színpadra viszik. Ezek a darabok mind olyan fantasztikusan lettek kitalálva, hogy az, aki most kezd tulajdonképpen a balettel foglalkozni, vagy most találkozik először, ebben az esben bőven talál olyat, amiben bele fog tudni szeretni. Boros Ildikó balettművész számára a búcsú miatt is különleges ez az est. A kezdetektől táncol a Magyar Nemzeti Balett Kilian féle Petit Mor című koreográfiájában, de a klasszikus bravúrok est lesz az egyik, hanem a legutolsó fellépése balettművészként. 25 év az egy elég szép szám a pályán eltöltött években. Tulajdonképpen soknak számít, majdnem, hogy itt szoktuk abba hagyni, van, hogy kicsit tovább megyünk, attól függ, hogy ki milyen fizikumban van.
Nem panaszkodhatom, nagyon színes pályán volt, tényleg nagyon sok főszerepet, meg kisebb szerepeket, szólókat, mindenfélét táncoltam, és nem is csak egy műfajban, hanem nagyon sok műfajban, úgyhogy én nagyon hálás vagyok. A többi közt a Diótörő, a West Side Story, a Rosszul őrzött lány, az Anna Karenina, a Makrancos Kata, a Szilvia vagy az Anyegin főbb karaktereit formálta meg. Emellett Manen, Forsyth, Balanchine vagy Kilian koreográfiáiban is szerepelt. Én nagyon szeretem a modern balettet, tehát egy táncosnak szerintem mind a kettőre szüksége van. Tehát ha csak klasszikus csinálunk, akkor kialakul egy hiányérzet. Szóval ebben az a jó, hogyha minél színesebb dolgokat táncolhatunk. És Kilian meg tényleg egyszerűen fantasztikus alkotó, és nagyon szeretjük táncolni a műveit. Louis Krivener a Paquita Suite-ben és a Petit Morban is új beállóként szerepel. Ahogy az utóbbi fél évben a Don Quixote, a Meyerling, az Anyagin és a Diótörő több szerepét is új beállóként alakíthatta. Egyebek közt ezért lett az idei szezonban a Magyar Nemzeti Balett Kamara művésze. I'm also performing in Paquita, and there's some shows where I have to do both pieces. And I'd say the challenge isn't so much the stamina, but I think the challenge is really to switch the styles. Petit Mort is like a big piece that many dancers wait like a long time to perform. What makes the piece great to do is that in the beginning, all the guys were dancing in unison. And even as a newcomer, you really feel part of the team. Tanik Pajeva Alia immár próbavezető balettmesterként oktatja a Petit Mort korábban balerinaként táncolt szólóit. No, I want to try because I wondered that after 40 years old I need to go to the other chapter of my life, so I cannot now dancing such a big role, so because of body, because a tiredness, my joints. You are in a fuite. I'm not but modern ballerina, but with Kilian Petit Mort, I have such a long story. I started to learn in Vienna, 2005, and also after more longer, I worked with different ballet masters from Kilian. Like it's like. For one side, you know that exactly how it should be. The other to teach the other people nicely how we can do this better, you know. A társulat másik principája Timofejev Dimitri foglalta végül össze a Petit Mort életérzését. First part were just boys doing the little dance with the swords. We should be like one. Everyone, like one person. But when it comes to do it, it's a little bit different for each of the couple. In my duet, it's like more conversation between us, you know, when maybe I like something or maybe she don't like. We almost all the time we touching each other and we helping each other, you know, so our movements really connect. It's not classic and not totally modern, so it's between. A négy koreográfia egy olyan színes előadási egység, amiben az együttes színvonala, sokoldalúsága és odaadása egyaránt lemérhető. A sztárparádéval kecsegtető szereposztások pedig csak még vonzóbbá tehetik a klasszikus bravúrok áprilisban látható előadásait az opera közönsége számára. A legnagyobb titokban, mindössze néhány beavatott szervezésében nagy közönség előtt díjazták Kálmán Pétert. Ezzel a kiváló operaénekes a Magyar Állami Operaház legnagyobb elismerésének kitüntetettje lett. Ő lett a 2024-25-ös évad egyik kamaraénekese. Nem ő az egyetlen, akit hattyú díjjal díjaztak az elmúlt hetekben. Pasztírcsák Polinát március elején tüntették ki. Most láthatják mindkét énekes sikerét. Kálmán Péterrel a díjátadón beszéltünk röviden, Pasztírcsák Polinával pedig a héten egy hosszabb riportot forgattunk. Ezek következnek most. Szól a taps az 5,5 órás Parsifal előadás után, majd jön egy nem mindennapi bejelentés. Amási Tóth András művészeti igazgató Kálmán Péter operaénekes díjazza meglepetésszerűen egy hattyút formázó szoborral, ami annyit jelent, hogy a 2024-25-ös szezonban
A bassbariton lesz a Magyar Állami Operaház legnagyobb elismerésének egyik kitüntetettje, azaz kamara énekese. Kálmán Péter 2003. szeptemberében debütált a Magyar Állami Operaházban, akkor a Sevillai Borbélyban Figarót énekelte. Az idei évadban a Rajna kincsében, a Siegfriedben és az Istenek alkonyában Áberichként, a Toszkában Szkárpiaként lépett színpadra, a következő évadban pedig a Falstaff cím szerepében és Mephistóként láthatja az Operaház közönsége. Meglepetés volt, mert András csak azt mondta, hogy egyszer legalább maradjak itt az előadás végére, mert mindig elhúzok már a második felvonás után, és tényleg nem gondoltam semmire. De hát borzasztóan, hogy megtisztelés, igen, szóval én azt hittem, hogy úgy fog meghalni, és semmiféle díjam nem lesz sose, de akkor most már ilyenem van, úgyhogy ezt őt viszem magammal a sírba. Jó, köszönöm szépen, köszönöm. Tényleg örülök, nagyon nagy dolog. Ez egy emberi műfaj, és hozzátartozik minden pozitív és negatív tulajdonsága az emberi mi voltunknak. Nekem valahol ez a lényegem, hogy az emberekben olyan érzelmeket szakítsak föl, ami valamilyen szintű katarzist okoz. Vágyakozó várakozás az igazira, áriába öntve és lélekkel, ahogy Strauss is elképzelte. Arabella lírai alakját Pasztírcsák Polina jól ismeri. Viszont az idei évad utolsó előadása váratlan történést hozott számára is. Semmilyen szinten nem számítottam rá. Én csak azt tudtam, hogy lesz valami. Tudnék, most azt találtok ki, okvánszínes szerfélyközgatóra, hogy egy-egy jelentős előadás végén elkapjuk azt az énekest, aki megkapja ezt a hattyút ebben az évadban. És még egyet hozzá kell tenni ez a hattyúhoz, hogy olyan énekes is megkaphatja, aki már egyszer megkapta. Teltházas meglepődés, tapsöröm, színpadon az opera legrangosabb elismerése. Pasztírcsák Polina következő évad kamara énekese, a tapsrend alatt tudta meg. Egy nagyon konkrét teljesítményre kap az ember egy konkrét elismerést, és ez így konkrétan hat. Nagyon-nagyon jó élmény. Folyton úton van, de nem csak élete színhelyei Budapest és Németország vagy a nemzetközi felkérései között, hanem önmagában, önmagával is. Azt érzem, hogy jó helyen vagyok, és jó az, amit csinálok, és ez nagyon fontos. Az Operaház harmadik emeletén vagyunk. A ruhatárbilét a fontos helyre és emlékekhez vezeti a Magyar Ezüst érdemkereszttel is kitüntetett énekesnőt. Aki először diákként a kakasülőről csodálkozott rá az ő első bohém életére. Tokodi Ilona Mimi alakítása a magasban, a távolban is elérte őt. Majd 20 év múlva ugyanabban az előadásban, rendezésben, díszletben és jelmezben. A bohém élet Mimieként mutatkozott be az Operaház színpadán. Ez a szerep szerintem a legemblematikusabb az életemben. Ott ültünk azon az azon a széken, ott. A legutolsó sorban, a legfelső. Igen. Viszonylag későn, de annál ambiciózusabban, 19 éves korában kezdett énekelni. Nem tudom, hogy miért, fogalmam sincs, nagyon helyén volt az önbizalmam. Sokkal inkább, mint most. Valahogy nem tudom, ahogy az ember úgy tudatosabban él, meg úgy felismer dolgokat, akkor úgy szeret úgy elbizonytalanodni, vagy megkérdőjelez nagyon sok mindent. És fiatalon ez nincs meg az emberben. Ez enyém volt a világ, egy nagyon szép indítás volt. Tanulmányútja következő 5 évét Olaszországban Mirella Frini tanítványaként énekelte végig. Ferrarában diplomázott, Modénában debütált. Szétnyílt a függöny, és az a fényáradat, a reflektor, ami teljesen más dimenzióba helyezte az egész korábbi próba folyamatot. És én sokkot kaptam, tényleg. Volt egy pár másodperc, ami így kiesett.
és amit az éneklés iránti belső igénye érintetlenül átvészelt. A nemzetközi áttörést a 2009-es Genfi verseny hozta el számára, ahol az első díj mellett további 3 külön díjjal is elismerték művészetét. Azóta Európa operaházainak és koncerttermeinek állandó fellépője, ahogy a Budapesti Dalszínháznak is. Hát ezek a jelmezek, Donna Anna jelmezei. Drámai, elég drámai, viszont van egy fiatal kora, meg egy nagyon heves, kamaszos érzelmi állapot. De és egy fiatal lány vagyok, aki hát ebben az egész komor és pessimista hangulatú drámában tulajdonképpen a fényt képviseli. Ha az ember énekel, akkor, akkor úgy mint olyan meleg lesz a test. Hogy átérzi ezt az érzelmet. Itt a passzív és a kiszolgáltatott nő sztereotípiáról beszélünk. Ez a Buprune szerep, ez úgy van megrendezve, hogy hogy ez egy extrém nőies és nagyon csábító valaki. Ha felveszem ezeket a jelmezeket, onnantól kezdve már csak így az emlékeimből kotorászok, hogy kell úgy mozogni, hogy az csábos legyen. Az Arabellán egy olyan nyomás van minden oldalról, amit nyilván egyrészt a társadalom rak rá, másrészt a család, a kis szűk körben, ugye a húga sorsa függ tőle, a szülei sorsa, a saját sorsáról nem is beszélve. Egy Mimi, egy Arabella, egy Traviata, Nedda, szóval ezek mind nagyon erős női karakterek, és nagyon más jellemzőik vannak, és a drámájuk is eltérő. Meg kell találnom ezt a drámát magamban, és ehhez lehet, hogy önismeret nélkül is lehet, de hogy én nagyon szeretek az emberi lélekkel foglalkozni. Nagyon félek az egoizmustól, de ez a pálya, ez megköveteli egyszerűen, hogy az ember önző legyen, és olyan döntéseket hozzon, ami a tehetségét szolgálja. És ez nagyon sok áldozatot követel. Hivatása önreflexióra, örök mozgósága tervezésre készteti. Szerepformálásaiban megéli a női lét legkülönbözőbb aspektusait. Magánéletében pedig az anyai minőséget. Én nagyon élvezem most az életet, hogy született egy gyermekem. Nyilván ez a fajta egoizmus, amiről beszélünk, ez szinte kizárt a gyerek mellett. Mert ez a bizonyos én idő, ami mostanában nagyon fontossá vált a társadalomban, ez egy anyánál ki van zárva. De ugyanakkor meg a leggyönyörűbb élmény az életben. Úgyhogy megyek érte az óviba. Dafni, hogy hívnak? Dada. Dafni a nimfa, Richard Strauss operájának is címszereplője. Ő egy nagyon-nagyon szép karakter nekem, tehát egy igazán tiszta lelkű, naív és természetközeli lény, és nagyon szerettem volna, hogyha kisárom lesz, akkor valami ilyesmi karakter lesz, de nyilván ezt én nem befolyásolom, csak megelőlegeztem neki a bizalmat. Egy pók van a badidon, ne őríts meg, jé! Nem bánt, figyelj! Szeretem, amikor a badidon volt. Szeretted, amikor a badidon volt? Az emberben megtestesülő természet a lelki stabilitás fontos pályájához. Ugyanakkor az ellentétek is. Szülés után azért az ember nagyon le van rogyanva, és azt, amikor így reggel így köpenybe így belenézel a tükörbe, hogy egyszerűen szürreális pszichésen az egész. Ebből hogy csinálok dívát? Pasztírcsák Polina a nyitottság kényszerét a színpadi lét egyik legszebb részének tekinti. Nap 24 órájában vagyok anya és operaénekesnő, és mind a kettő full-time job. De hát tök élvezetes, szóval egyelőre azt látom, hogy megy a dolog, és remélem, hogy így fog menni. Hosszabb riportot Kálmán Péterről is láthatnak hamarosan. Most pedig következzen rövid hírrovatunk.
Nem csak az Operaházba, hanem az Eiffel Műhelyházba is jöhetnek előadásainkra. A többi közt áprilisban látható a Figaro a Köbön vagy a Veszedelmeséden is, de nézzük kicsit részletesebben. Három zeneszerző, három operája egy estén, ebből kerekedik ki a Figaro a Köbön című előadás Rossini, Mozart és Mio zenéjére, középpontban Rosina és Alma Viva történetével. Figaro a Köbön még április 12-én és 14-én látható az Eiffel Műhelyházban. Április 19-e és 28-a között pedig szintén egy ritkaság kerül színpadra, jön a Veszedelmeséden. A táncoperában énekesek és táncművészek azonos jelentőséggel vannak színen, a történet az ő közös, kölcsönös kifejező erőjükből bontakozik ki, a mű zenéjét a világhírű Philip Glass komponálta saját Jean Cocteau trilógiájának utolsó részeként. Hogy mit rejt az opera aranybányája, azt Karczag Márton emléktárvezető tudja a legjobban. A titkokba pedig két hetente online vlog sorozatán keresztül avatja be a nézőket. Marci új részekkel készül jövő héttől, most pedig azt is elmeséli, kikről láthatnak érdekes történeteket a következő epizódokban. Nagyon szép és izgalmas napon vagyunk túl, forgatási napon. Ugyanis ismét rögzítettünk az Aranybányának három újabb adását. Ugye ez bizonyára megszokta már mindenki, vagy remélem, hogy megszokta mindenki, hogy két hetente, hétfőnként jelentkezünk egy-egy újabb részbe, és hát ezeket talán nem műhelytitok, hogy nem két hetente vesszük föl, hanem egy-egy etapba. A mai nap először Gregor Józsefről beszéltem. Azt hiszem, hogy Gregor Józsefet nem kell bemutatni a nézőknek, illetve nagyon nagy baj van, hogyha be kell mutatni. Még vagy már Gregort, aki tényleg a magyar opera játszásnak egy ikonikus, legendás alakja volt, akinek meglepő módon, annak ellenére, hogy örökös tag, a karrierje talán jóval inkább, és a szíve jóval inkább köthető Szegedhez, mint az Operaházhoz, de hát évtizedeken keresztül örvendeztette meg, részben tagként, részben nagyon sokáig vendégművészként a budapesti közönséget is az ő egészen különleges művészetével, és tényleg arról beszélgettünk itt a forgatás szünetében, hogy mi lehetett az ő titka, mi lehetett ennek a Gregorságnak a titka, és hát részben megfejthetetlen, részben pedig tényleg, amikor ő elindult a 70-es, 80-as évekbe, annyira be volt szűkülve még a magyar médiapiac, hogy könnyebben lehetett valakinek berobbanni, aki valaki volt, és hát tényleg azért egy Gregor névre el lehetett adni az Operaházat és az Erkel Színházat, egy Don Pasquale-ra vagy egy Szerelmi Bájitalra, egyszerűen elég volt kiírni, hogy Gregor József, és már is megtelt a ház. A következő adás az egy számomra, az én szívemnek nagyon-nagyon kedves forgatás lett, tényleg Aranybánya történetének, most már több mint két éves történetének az egyik legszebb adása volt. Fülöp Viktorról, a legendás balettművészről beszélgettem Szakály Györggyel. Viktor olyan volt, hogy bejött a tömegbe, és mindenki oda kapta a fejét, mert de most ezt igazából nem lehet megtanítani. Egy Fülöp Viktorhoz méltó beszélgetést sikerült Szakály művész úrnak hála leforgatni, és egy picikét megismerhettük azt a Fülöp Viktort is, akit én már nem, és a nagy közönség sem ismerhetett. A balettermek, a balettmesterek és a küzdő, gyötrődő ember és művész arcképét is. A harmadik felvétel pedig egy másik Fülöpről, Fülöp Zoltánról szólt, az Operaház kiváló díszlettervezőjéről, aki közel 40 éven keresztül volt ennek a színház tagja. Ez a Lamer Muri Luciának a díszlettervezése, hogy nagyon jól használtad a szót, hogy festményszerű kép. Miután tervei még az elmúlt években is, elmúlt évtizedben is láthatóak voltak, ugye a Manon vagy a Don Pasquale, én azt remélem, hogy sokan vannak még, akik emlékeznek a Fülöp tervekre,
illetve sokakban fog kelteni kellemes, nosztalgikus érzést, hogyha ezeket a terveket megmutatjuk önöknek. Úgyhogy erről fog szólni a következő három aranybánya. Nem tudok zárszóként frappánsabbat mondani, mint amivel ezeket az adásokat szoktam kezdeni. Szerencse fel, tartsanak velünk két hetente, hétfőnként az aranybányában. Ez volt ma az Opera Café, köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héttől a többi közt olyan előadásokkal várjuk Önöket, mint a Paraszbecsület és a Bajadzók, a Figaro a Köbön vagy a klasszikus bravúrok. Találkozunk az operában, mert élőben az igazi.